Ismerik ezt a játékot? Feri a fiam imádja. Minden éjjel, minden este ezzel alszik el. Már 35 éve. Súlyosan halmozottan fogyatékos. A társadalom többsége szerint, Úristen, mit kínlódhat eznek a családja? Miért nem adja intézetbe? Teher, kolonc, van rajtunk egy bélyeg, pedig nem is ismerik. Vagy dugjam el a határ szélére egy nagy intézetbe. Tordas csak azért jelöltem be, mert 20 év a várakozási idő. A fővárosi lakcímmel rendelkező fogyatékosok csak a határmenti településeken levő kastélyokba adhatják be a jelentkezésüket. Az országban évente 200-250 súlyosan halmozottan fogyatékos születik. A fővárosban körülbelül 2000-en élhetnek. De gondolják végig ezt a 2000-es számot, ez nem csak magukat a fogyatékosokat jelenti, hanem az őket gondozó családokat. Így már több ezer emberről beszélhetünk, akik nap mint nap 24 órán keresztül ápolják, gondozzák, fejlesztik a gyermekeiket. Feri súlyosan halmozottan fogyatékos, értelmileg súlyosan sérült, nem beszél, nem rág, nem szobatiszta, de egy fantasztikus pasi. Van humora, vidám, kiegyensúlyozott. Nagyon ragaszkodik hozzám, nagyon fontos neki a megszokott környezete, és imádják egymást Megivel, a kutyánkkal. Feri a 15. kerületi fejlesztő gondozó központba jár, ez egy napközi. Egy csoda. Szívvel, lélekkel gondozzák gyermekeinket. Minden évben elviszik őket nyaralni. Képzeljék el, ilyenkor van 5 napom. Volt, hogy kivetettem a mandulámat, vagy a vizsgáimra készültem, de olyan is előfordul, hogy akkor lefestem az ajtó félfát, mert akkor nem fogja meg senki 5 napon keresztül. Sokszor eszembe jutnak azok a gondolatok mostanában, hogy mi lesz vele, hogyha én már nem leszek. Elképzelem, hogy leviszik őt a határ szélére, ahol nem ismer senkit, őt sem ismerik, nem ismerik a szokásait. Lehet, hogy valaki éppen telefonál utána, azt sem fogják neki elmondani. És nem tudja kinek elmondani, hogy nem adtak vizet, vagy hogy tele van a gatyám. És ezek a gondolatok nem csak bennem merültek fel. A szülőtársaim ugyanezekkel a gondolatokkal küzdködnek. És úgy gondoltuk, hogy fogjuk magunkat, és mint a mesébe, elindulunk világkörüli útra, megnézzük az intézeteket belátható távolságon belül. Volt olyan intézet, ahol mint a krumplizsákok egymás mellett ültek a fogyatékosok, szerintünk be voltak nyugtatózva. A másik intézetben, ez egy, arra emlékszem, egy hosszú fehér folyosó, sivár fehér folyosón bolyongtak a fogyatékosok, ettől a hideg rázott ki bennünket. De voltunk olyan helyen, ahol örömünkre a foglalkoztatóban foglalkoztak a fogyatékosokkal, de később egy ismerős ott dolgozó azt mondta, hogy ez színjáték volt. Most elmesélek egy történetet, ami néhány évvel ezelőtt történt, de mai napig is nagyon nagy hatással van rám. Marika ugyanoda járt a Fenóba, ahova a Feri. Ő is a 15. kerületben lakott, édesanyjával, valaki idős volt, beteges. Egyszer mentőt kellett hívni a mamához, mert rosszul lett, és a mentős ott állt, és nem tudott mit kezdeni Marikával, fogta magával, és elvitte abba a kórházba, ahova az édesanyját. Marika nem volt beteg, de el kellett látni.
Kezdetben a mama felment hozzá látogatni, majd később feltolták őt a tolókocsin, aztán ezek a látogatások elmaradtak. Marika körülbelül 2 hónapig feküdt a kórházba, és előbb halt meg, mint az édesanyja. Egy napon temettük el őket. És ez a történet elindított bennem egy lavinát. Mert elképzeltem, hogy ugyan ebben a helyzetben kerülhetek Ferivel. És összefogva a szülőtársaimmal levelet írtunk a szociálpolitika minden szintjére. Még az ombudsmannak is. Visszakaptuk a válaszokat, mindenki a saját magának, a szervre vonatkozó törvényeket írt a lefogyatékos ügyben. És a sokadik unott levél után, amikor már nem volt hova elküldeni a levelet, akkor fordultunk a TASZ-hoz. És a TASZ abban a pillanatban odaállt mellénk, mert átérezte a családok problémáit. 2017. decemberében elindult a per az állam ellen, és ez a mai napig is tart. Annak nagyon örülök, hogy a tárgyalásokra egyre többen jönnek el a sorstársak, a szülőtársak. Megjelent a média is, tehát egyre több cikk jelenik meg gyermekeinkről, az életünkről, úgyhogy igyekszünk életben tartani az ügyünket. De az mélységesen elszomorít, és dühítőnek érzem, hogy fogyatékosokat gondozó családoknak a bírósághoz kell fordulnia, mert az állam nem teljesíti azt, ami a feladata. Mi lesz Ferivel? Mi lesz a többiekkel? Mi lesz velük? A szülőtársaimmal kiállunk a gyermekeinkért, kiállunk értük, mert az erő az velünk van. Olyan intézeteket kell létrehozni, ahol megtalálható a korai fejlesztő egyben, a napközi otthon, az átmeneti szállás lehetősége és a bentlakásos intézet. Így egy helyen megkaphatnák a gyerekek a segítséget és a fejlesztést életük végéig. Tudják, hogy milyen nap lesz holnap? Holnap lesz az esélyegyenlőség napja. Szia, Feri! Eleged van!